Hogyha régi híres pécsi családokról beszélünk, akkor a Hamerliek neve ott van az elsők között. De erről a családról a legtöbbet Irénke néni tudja. A mai élők közül mondom, hogy legtöbbet, mert sajnos a család magja az 3 évvel az utolsó tagja is meghalt. Én vagyok a felesége, illetve sajnos özvegye. De a családot, azt úgy többen földolgozták a család történetét a családon belül is, de az ország határán nem tudtak kimenni. Körment az az utolsó hely, ahol tudják, hogy Hamerli élt. Hamerli Ferenc 1803-ban született Körmendén, és ő volt az, aki Pécsre jött, és azóta pécsi tüke a család. Ő püspöki huszár volt, és 1848-ban, nem tudom egészen biztosan, megnősült, és ebből a házasságból született az a Hamerli János, aki az egész Hamerli dinasztia alapvető mozgatója, egy kimondott vállalkozó volt, aki megalapította a kesztyűgyárat, aki Pécset fuvarozó vállalatot létesített, aki tehenészetet létesített, és feleségül vette Szalai Flórát, melyik házasságból 11 gyerek született. Ebben a 11 gyerekből mindössze 5 érte meg a fölnőtt kort. Az egyik volt az apósom, a Hamerli József, aki a nővére, Hamerli Izabella üzletébe társult be az 1900-as évek legelején. És az ő betársulása után fejlődött föl a cég olyanná, hogy 3 megyére kiterjedő üzletet bonyolított. Baranya, Somogy, Tolna. Vasüzlet volt, és később vas nagykereskedés lett. És így dolgozott a 3 megyére, mint vas nagykereskedés. Ez az üzlet ott volt, ahol ma a Hamerli üzletház? A Király utca 9, ez volt az anyaház, anyaüzlet, ebben laktak is, és ez volt az első üzlet. Aztán később a Rákóczi úton, az 50-es szám, ami most árkádosítva lett, az volt a cégé, és a cégé volt az úgynevezett vasúti raktár, ami most a Titán. Azon kívül a cég tulajdonában volt két vasúti iparvágány, hogy ne kelljen átpakolni, hanem azzal vitték be a vasraktárba az árut. Szóval ez volt az apósom, aki elvette a Hoffmann Sarolta hölgyet, aki a pécsi bútorgyár, Hoffmann bútorgyárosnak volt a lánya. És ebből a házasságból született 6 gyerek, 3 fiú, 3 lány. A 3 fiú, amikor leérettségizett, szintén bement az üzletbe, és a cég állandóan fejlődött. Sokszor emlegettem már itt baráti körben, hogy én nem értem a mai üzletmenetet, mert annak idején tudom biztosan, hogy 10-11%-os haszonkulcsra dolgoztak. És erre a haszonkulcsra a 4 főnök családjával jól megélt, és azon kívül általában 30-tól 50-ig volt a dolgozók létszáma, és akkor általában ők túlnyomó, csak az irodában volt nő, a többiek férfiak voltak, és el tudták tartani a családjukat, úgyhogy a feleség nem járt dolgozni. Vajon ennek mi volt a titka? Én szerintem a szervezettség, és az, hogy jó üzletemberek voltak. Az apósom ott állt az üzletajtóban a napnak több órájába, és ha valaki úgy ment ki, hogy nem látta nála a csomagot, megkérdezte, hogy mit keresett, mit nem talált, és megtette azt számtalanszor, hogyha az üzletben tényleg nem volt az a cikk, hogy egyik inast átküldte egy másik vasüzletbe, onnan meghozatta, és mégis ő szolgálta ki. A dolgozók, azok ott álltak a pultnál szervezetten, mindig jól öltözötten, nyakkendő nélkül nem lehetett a pult mögött állni az apósom idején. Szóval lezserség, de ilyen volt a munka is, ahogyan kinéztek. Volt dalárda, volt kuglizás, és a szöllőben 20-30-40 ember
összejött, jól érezte magát, baráti, emberi kapcsolatot tudtak fenntartani. Az anyósom szelte a szalámit, és uzsona volt, és együttlét, és szeretet. Szerették a főnököket, a dolgozók, és szerették a dolgok. Még ma is van, már igaz, hogy nagyon idősek, de áldják a családot. Szeretettel főnökünk és főnökünknek 25 éves házasság évfordulójuk alkalmával. És az összes dolgozónak a neve be van vésve az aláírása. Ugyanúgy az óra is, az meg a 30-as évfordulóra kapták a dolgozóktól az após anyós. És van itt egy hordó is, ez kitől van, ami mellettől? Ez a Csőrű Kádár mester csinálta az apósomnak, mikor a férjem, mint a 6. gyerek megszületett. 1911-ben. Tele van ez a lakás emlékekkel, de mi maradt mára a Hamerliek vállalkozásaiból itt Pécsett? Maradt valami? Hát annak, mikor a Baranyaker igazgatója 87-ben eljött hozzánk és kérte, hogy a Hamerli nevet az üzletre kitehessék. És az uram minden ellenszolgáltatás nélkül megengedte. Csak annyit kért, hogy olyan kiszolgálás legyen, ami méltó lesz ehhez a névhez. Love.